napot kívánok mindenkinek. Tudom, unalmas, de azért elmondom, hogy 2017 első hónap 27-e van. Bizonyára sokaknak ismerős itt ez a helyszín. Budapesten a Szél-Kálmán téren közlekedek éppen. És megyek Biatorbágyra. Biatorbágyon van a Scania Magyarország egyik képviselete, és még tavaly valamikor tavaly eléggé korán, vagyis hát ehhez képest régen, a mostani időponthoz régen keresett meg engem e-mailbe egy úriember a Scania Magyarországtól, hogy lenne lehetőség készíteni videót az új generációs Scania-ról. És hát sajnos azóta nem sikerült összehoznunk olyan időpontot, hogy én is itthon legyek, meg jármű is legyen szabadon, amivel meg lehetne ezt csinálni. Lehet, hogy ez lerágott csontnak tűnik, mert ugye ST22 Lacika és Isti csináltak egy ilyen videót még tavaly decemberben. De hát én azt mondom, ha már itt a lehetőség, engem is igen-igen nagyon érdekel ez a Scania jármű közelről. Úgyhogy most a mai napra sikerült összehozni mindent úgy, hogy minden klappoljon. Várja, itt nekem jobbra kéne menni, de én nem itt akarok jobbra menni, hanem egyel odébb. Na mindegy, hát akkor most így jártunk, bocsánat. Már nagyon rég nem jártam erre, és a helyismeret hiánya most ezt dobta. De szerencsére nem jött senki, úgyhogy... De mondjuk mehettem volna ott is jobbra, aztán utána nem is tudom milyen utcán kimentem volna a délihez, de mindegy, így is jó. Na szóval, úgy vagyok vele, hogy élek a lehetőséggel, és most elmegyek, hát úgy volt, hogy Hornyák Csabi is tud jönni. Aztán tegnap hívott Csabi, hogy más egyéb irányú elfoglaltságai miatt nem tud jönni, amit én nagyon sajnálok, mert hát ő azért sokkal magasabb szinten űzi ezt a videózást, meg videószerkesztést, mint én. Ugye ő szokta csinálni az intrókat a videóim elé, meg nagyon sok minden más ügybe segített, így a videókkal kapcsolatban. És aztán volt még arról is szó, hogy jön az öcsém, mert ő is szerette volna megnézni közelről ezt a járművet, de ő sem tud jönni. Úgyhogy a végén az maradt, hogy megyek egyedül. Tehát ez van, gyerekek. Most éppen a déli pályaudvarnál járunk. Ez van. Meglátjuk, mit sikerül belőle összehozni. Én elhoztam magammal mindenféle felszerelést, amit úgy érzem, hogy hasznos lehet. Megpróbálok egy valami érdekes videót összebarkácsolni belőle. Hát majd meglátjuk. Na nem sokára a biatorbágyi helyszínről fogok jelentkezni. Remélem útközben semmi érdekes nem lesz. Nem kell bekapcsolnom a kamerát. Az az érzésem, hogy közelítek én itt az úti célhoz. Itt ez a Rozália Park, ez nekem ismerős. A interneten Google térképen néztem én meg, hogy hol is van ez. Még nem jártam itt sose. Az a helyzet, hogy most járok itt először. És szerintem itt balra kell nekem menni.
írva, nem láttam, hogy itt lenne, vagy hol lenne. Hát elég ködös az idő, ez nem túl jó. Na várjatok gyerekek, biztos, hogy jó helyen vagyok én, de szerintem itt valahol, mintha egy körforgalomnak kéne lenni, és akkor utána tovább egyenesen. Csoda tudja. Ah, ott van-e? Ott van-ni, tessék, Scania. Jó, akkor csak jó felé jöttem. Oké. Okay. És teljesen időbe vagyok, mert 8-ra volt megbeszélve, most 7 óra 53 perc van. Jó, itt bejelentkezek a portán, aztán indulhat a buli. Hagytak engem egyenlőre a járművel, és ez például itt az előbb is mutattam, ez a klímának a hűtője. Álló klímának ide van kihozva a kompresszora és maga a hűtő is, úgyhogy ez így nagyon jónak tűnik, és gyárilag be van építve, úgyhogy nem úgy van, mint egyéb típusokon, hogy ott fönt az ablak helyén van a klíma, hanem itt már a szellőző nyílásokon keresztül jön be a hideg levegő. És megmutatta nekem itt az úriember, hogy lehet kinyitni az elejét. Ezt a kallantyút meg kell húzni. És akkor itt kinyitjuk az elejét. És ugye itt található ez a hűtővíz kiegyenlítő tartály. Ezt gondolom pollenszűrő lehet. Meg hát egyéb mindenféle dolgok. És ez a típus, ez ugye egy R450-es. Ez a típus elektromos fülkebillentéssel rendelkezik. És ahhoz, hogy a fülkét megbillentsék, most én nem fogok fülkét billenteni, csak úgy megmutatom, itt ezt a két oldalt ki kell nyitni, és itt van egy ilyen távirányítós vezérlő egység, amit innen ki lehet venni, és akkor kérem tisztelettel, ezzel lehet billenteni a fülkét. Óriási. Most tudomásom szerint ez nem széria felszereltség, állítólag legalábbis azt mondta az úriember, hogy ez
rendelhető. Na ez viszont én kerékkulcsnak nézem, vagy valami hasonlónak. Igen, gondolom, hogy ahhoz való. Na hát így egyenlőre körülbelül ennyi. Túloldalon úgy szintén van egy ugyanilyen. Csak ez már... Ez... Ennél már itt az emelőnek a nyílása is, vagy... Igen, ide visszaraktam. Oké. Ezt becsukom. A túloldalt is becsukom. És visszahajtom az elejét. És itt megmaradt a régi típusoknál már ismert, hogy így le lehet nyitni az elejét, és akkor föl lehet állni. Itt kapaszkodó is van, és esetleg a szélvédő tisztításhoz, vagy egyéb dologhoz föl lehet ide állni. Na, nagyszerű. Hát nem tudom kinek, hogy tetszik, hogy nem, így élőbe szerintem nagyon sokkal jobban néz ki, mint a fotókon. A színe is nagyon jó. Na nézzük tovább. Nem ismerem a típust, úgyhogy majd segítséget fogok kérni, de amit én itt meg tudok mutatni, felfedezek belőle, azt azért megmutatom. Amint látható, itt is az ülés teljesen multifunkcionális, szerintem ez ülésfűtés, sőt, még szellőztetés is van az ülésbe építve ezek szerint. Ez itt a levegő, igen, ezzel lehet bekapcsolni a légrugót, meg kikapcsolni. Gondolom ez itt a deréktámasznak a légpárnáit lehet vele fölfújni. Ez nem tudom, mire szolgál, de biztos rövidesen ki tudja találni bárki, ha használni fogja. Hoppá, ebben már nincsen kuplung pedál, gyerekek. Itt a kuplung pedál helyett már csak egy üres hely van, úgyhogy itt már nem kell kuplungolni indulásnál, mint a régebbi típusnál. Gondolom ez a szintező. Ugye memóriákat lehet beállítani, szinteket. És azt mondja, hogy eleje, hátulja, légrugós. Igen, ezzel az elejét lehet, ezzel a hátulját lehet, és akkor ez meg talán a pótkocsi. Ha olyan a pótkocsija, akkor innen lehet a pótkocsit is szintezni. Ja, óriási. És az előbb már felfedeztem, hogy ezt meg kell nyomni, és akkor kinyílik az oldaldoboz. Úgyhogy ezen már hatalmas nagy, nézd meg, óriási nagy oldaltároló doboz van, ami úgy látom, hogy belülről is hozzáférhető. Ott van a mi az gázos akármi, úgyhogy ja nem, itt fölötte közvetlenül az ágy van, úgyhogy ha az ember fölnyitja az ágyat, akkor hozzá lehet férni ehhez a tárolóhoz. Nagyon jó, mert hogyha nagyon zord az időjárás, akkor az ember szeretne valamit a tárolóból elővenni, akkor nem kell kimászni a fülkéből, hanem egyből innen hozzá lehet férni. Na nézzük, csak átmegyünk a túloldalra. Itt ebbe úgy szintén egy... Jó, mondjuk itt nincs ülésfűtés, meg a szellőztetés, de ugyanúgy légrugós az ülés. Lehet, hogy ez is választható, mert ugye nem mindegyik típusban van, amikor ugye a megrendelők, hogy olcsóbb legyen a dolog, ezért ide egy fix ülést kérnek, de itt ebbe a típusban ez az ülés is teljesen jó, és akkor itt úgy szintén ki lehet nyitni az oldaldobozt, és itt is egy hatalmas, ez óriási, oltári nagy. Várjál, itt ez mintha nyitható lenne. Belekukkantok én ide, ha hagyja magát.
De nem hagyja magát, akkor nem tudom, hogy ez itt micsoda. Majd megkérdezem, ha el nem felejtem. De aztán lehet, hogy emögött is van valami, várjál csak. Nincs. Szerintem az itt egy szűrő, vagy valami ilyesmi lehet a szellőzéshez. Úgyhogy azért van ez itt, lehet, hogy azt innen lehet cserélni. Itt meg Scaniához valami tartozékok. És úgy szintén ez is, ha jól látom, belülről is hozzáférhető. Nagyszerű. Na, kerüljünk beljebb. Benézek én ide. Így. Na kérem. Hia. Hát itt az ajtónak kezelőszervek, ez nem a régi megszokott. Innen megy a világítás kapcsoló. Igen. Innen tudunk kapcsolni világítást. Aha, oda néz. Helyzetjelző. Ez valami ledes. Ledes bulinak látszik, és így pedig automata? Aha, automata. Akkor lehet, hogy van benne alkonyat érzékelő, és akkor automatikusan kapcsolja a világítást. Innen lehet kapcsolni ködlámpákat, felső lámpát. Várjál, nézzük csak, felső lámpa. Most elvileg kapcsoltam egy világítást. Ez a munkalámpa hátul, gondolom én. Igen. Ez itt a hátsó munkalámpa. Ezt meg hiába nyomom. Lehet, hogy reflektorral. Várjál, hogy kapcsolok reflektort? Haha. Haha. Hosszú fényt. Irányjelző jobbra-balra. Azt lehet, hogy gyújtással lehet kapcsolni a országútit? Lehet. Na mindegy, jó, ezt majd megkérdezem. Így pedig nulla állás. Oké, hát itt gondolom ez a tükörfűtés. Ezzel a tükröket lehet állítani, hogy melyiket szeretném állítani. Igen, ablakemelő föl, le, zárjuk az ajtókat. Kérem vigyázni, ajtók záródnak. És ebbe is megtalálható a szintező, hogy innen belülről is lehet vezérelni a szinteket. Ez meg valami fülkebillentéssel kapcsolatos dolog lehet. Na kérem, kormány az. A régi helyen van a kormánynak a billentyűje. Hát amiket én tudok, ez úgy látom, hogy a sávelhagyásnak a figyelmeztetője. Itt gondolom a automata motorféket lehet talán, na mindegy, hát nem találgatok, mert van itt annyi minden, hogy nocsak. Ezzel egy belső világítást tudunk kapcsolni. És akkor nézzünk körül a fülkébe, hagyjuk ezeket a sok-sok gombot, majd ehhez külön segítséget fogok kérni. Ez valami USB-nek tűnik nekem, ez pedig lenne egy talán jackdugós AUX bemenet. Nézzük csak, 12 voltos szivargyújtó. 12 volt, és akkor valahol lehet, hogy lesz 24 voltos csatlakozás is. Igen, itt van a 24 voltos csatlakozás, óriási. Ott is, mintha egy USB csatlakozó lenne. Azt hittem, hogy ez fölnyitható, de nem. Pohártartóval el vagyunk látva bőven, az nagyon jó. Egy kihúzható fiók. Még egy kihúzható fiók. Óriási.
Nézzünk tovább. Hát ez a jármű, ez egy személyes. Egy személyre van gyártva. Hát mondjuk ez az ágy. Lehet, hogy ez is kihúzható, elképzelhető, de... De aztán az is lehet, hogy nem. Nem tudom. Itt ez levegő csatlakozó? Nem, valami antenna. Antenna csatlakozónak nézem, óriási. Antenna csatlakozó, itt is egy 12 voltos szivargyújtó, ott egy AUX csatlakozó. Tessék, innen megy az állófűtésnek a vezérlése, ugyanúgy, mint régen, meg innen ébresztőt is lehet állítani, egyebeket. Itt megint csak van egy USB, óriási. Ezzel a tetőablakot lehet nyitni, zárni. Világítás, kapcsoló, kikapcs. Na, off. Ja, itt kapcsolom be. Oké. Bekapcs, kikapcs. Ugyanazzal a gombbal tudom kikapcsolni, bekapcsolni. Ez itt valami éjszakai világítás? És akkor itt felső ágy helyett vannak tároló helyek, óriási. Hatalmas. És itt elől úgy szintén. Várjál, hogy nyílik? Aha, innen nyílik. És talán innen hozzá lehet férni a lámpához. Lehetséges, nem akarom szétszedni, de elképzelhető, hogy a felső lámpához lehet hozzáférni. Itt van egy polcunk is. Hát itt azt hittem, hogy ez itt egy mélyebb polc, de nem. Nem, ez csak egy ilyen kis valami. Aha, igen. Itt megint csak van egy egész jó kis szekrényünk. Itt is van. Hát ez se túl mély. Azt hittem, hogy ez is hogy mélyebb, de nem. Nem is tudom, hogy az itt mit lehetne tartani. Valamire biztos jó lenne. És akkor itt is van egy ilyen kis tároló rész. Meg a másik oldalon. Ugyanez, belső függöny. És nézzük tovább. Hűtő. Elvileg itt van a hűtő. Ez még nem a hűtő. Szerintem. Habár a csoda tudja, lehet. Na ne, ez a hűtő, gyerekek. Itt van. Itt van a hűtő. Akkor ez csak egy ilyen tároló doboz. Itt van a hűtő. Hát ez is. Ez is elég jó. Szerintem egy ekkora hűtő egy kamionba elég is. Nekem legalábbis elég. Tehát aki sokkal több kaját meg egyebet visz, ő neki ez kicsi. Nézd meg, itt is van egy 12 voltos csatlakozó. Eszem meg el. Ezen az oldalon itt ez nem is tudom, ez mi lehet, ezt majd megkérdezem. Ezt nem tudom. De ide is lehet tenni csatlakozót. És akkor úgy látom, hogy innen nyílik az ágy. Igen. És igen, úgy van, ahogy mondtam, az oldaldobozok innen is hozzáférhetők. Óriási. És itt a hűtő, ez a doboz. Aha. Ezzel pedig lehet lecsukni az ágyat. Oké. Csak az ülés egy kicsit útba van. Várja, másik oldal. Így. Ja.
Na, hát szerintem akkor úgy nagyjából ennyit belülről. Na nézzük a további kezelő szerveket, amikkel én nem igazán voltam tisztában. Gyula lesz segítségemre itt a Scaniától. Úgyhogy most én ráteszek egy gyújtást. Hoppá, várjál, csak rádiót ki kéne kapcsolni? Igen. Kapcsolni, jó. Ez csak egy rádióállás, egyre, hogyha továbbfordítjuk, akkor lesz rajta gyújtás. Ja igen, továbbfordítjuk, gyújtás. Igen. És akkor rádiót kikapcsolom, mert YouTube nem örül neki, hogyha belehallatszanak mindenféle szerzői jog által védett dolgok. Hűha, na haladjunk innen akkor. Jó. Rendben, hát akkor haladjunk mondjuk alulról fölfelé, a legegyszerűbbtől a talán a legbonyolultabb. Az alsó mezőben találtok a difizár és a kipörgésgátlónak a kibekapcsoló gombja, azon kívül pedig a belső világításnak a különböző variási lehetőségei, hogy ezek ilyen olvasó lámpák, belső piros fények, ugye, azok kedvére, akik ezt szeretik, alul, fölül, szabályozható fényerőben, ugye ezek a nyílak, ezek azt jelzik. A difizárról annyit szeretnék csak elmondani, hogy egy modernebb difizárral állunk szemben, az elektronika itt már csak akkor kapcsolja össze a difizárt, amikor meggyőződik arról, hogy biztosan össze is lehet kapcsolni, így akár 90-nél is simán rá lehet tenni a difizárat menet közben. Az elektronika csak akkor fogja összekapcsolni, tehát nem szükséges megállni, egy kicsit ilyen felhasználó barát lett ennek a difizárnak a kialakítása. Sokkal többet itt nem tudunk elmondani. Ha egyel feljebb nézünk, akkor itt látható a klímavezérlő panel, pontosabban a fűtés-hűtés vezérlő panel, ami alapvetően ugyanazokat a funkciókat tudja, mint bármelyik jármű, bármelyik hasonló berendezése. Talán annyi az újdonság az új Scaniában, hogy itt kapott helyet a álló klímának, az integrált álló klímának a bekapcsoló és kikapcsoló gombja. Ugye erről annyit kell tudni, hogy ezeket az autókat opcionálisan rendelhetik az ügyfelek nem a megszokott tetőklímával, hanem egy teljesen integrált álló klímával, amely gyakorlatilag egy külön klímakompresszort rejt magában, egy hőcserélővel hátul, biztos, hogy valamelyik külső felvételen már látszott. Igen, ez. Igen, mutattam a hűtőjét. Itt lehet bekapcsolni egyébként, persze, teljesen automatikus, és talán még annyi említése méltó ezzel kapcsolatban, hogy a klímarendszer a szokásos érzékelőkön felül egy páratartalom érzékelő is rendelkezik, úgyhogy itt fölül nézünk, akkor itt látható, és ez a páratartalom érzékelő segít a klímának abban, hogy az embernek a beállított hőmérséklet és a komfort érzete még jobb legyen. Ugye, tehát egy plusz információ a klímának. Még a fűtésre, igen, bocsánat, igen. Az állófűtésről mondtad, hogy az sem olyan szokványos. Hát igen, vizes kályha van már ezekben az új autókban. Ugye, aki szakmában járatos, az tudja, hogy száraz kályha, vizes kályha, mi a helyzet. Ezekben most már vizes kályhák vannak. A vizes kályhával kapcsolatban annyit kell tudni, hogy bocsánat, csak közben itt az alacsony feszültséget, ez a teszt miatt volt, majd beindítjuk, semmi probléma. Ja igen, ez is 4 akkumulátoros felszereltségű. Igen, csak ez ugye előző éjszaka egy teszten esett át, ahol én az akkumulátort elég jól legyalultam, és ugye azóta nem volt időnk föltölteni, és emiatt most alacsony a feszültség, de semmi gond, ilyenkor is, ez most egyébként egy jó apropó erre, hogy ha egy pillanatra megszakítván a gondolatmenetet, itt mondjuk megnézzük az akkumulátor feszültséget, látjuk, hogy 20 volt, és a 4 akkumulátoros rendszerrel most ennek ellenére gond nélkül be fogjuk indítani az autót. Ennyi. Tehát alacsony akkumulátor feszültségnél is, de hát erről esetleg majd később lehet szó, erről a rendszerről. Bocsánat, hogy itt mellé mentem, de talán ez is így pont érdekes, hogy voltak egy apropója. Tehát visszatérve a rádió részre. Igen. Ja, elég lett, bocsánat. Semmi baj. Igen. Hát a következő az ugye ez a, most már infotainmentnek hívják, ugye itt látható a, ez nem ez a márka neve, hanem ez ugye egy, magát a rendszert, mert ez több, mint egy rádió, ez egy információs rendszer is egyben. Ha kétfajta verzióban rendelhető, a Premium és a, azt hiszem, hogy Advance a másik, amit hívnak, ami a másiknak a neve, ez a Premium verzió. Ez tulajdonképpen a következő funkciókat tudja, hát ez most közben itt lehet, hogy villogni fog, úgyhogy a biztonság kedvéért most beindítjuk az autót közben, és jó. Akkor úgy attól én még...
hogy mert pont ennek a bemutatását ez így akadályozná. És ajtó is. Kicsit becsukjuk, hogy ne legyen zaj. És így hallható, hogy a hangszigetelés is milyen jó. Így van. Tehát háromfajta fő funkciója van ennek a rendszer, pontosabban négy. Három, ami mindenki számára mindig elérhető, ugye maga a rádió. A második funkció a navigáció funkció. Ez a navigáció, ez nyilván egy Scania gyári navigációval van szerelve, amely be lehet állítani, tehát teherautóra alkalmas. Be is lehet paraméterezni, ugye szélesség, hosszúság, magasság, stb. És igazándiból itt egy SD kártyán keresztül működik ez a rendszer. Tehát ez megint nem egy, hogy mondjam, egy ilyen világújdonság, ugye más járművekben is van ilyen. A harmadik funkciója az a mobiltelefon, egyben ez egy kihangosító is. Tulajdonképpen, ha ide nézzünk, itt van a mikrofon rész, és egy nagyon jó hallani és a beszéd is nagyon tiszta. Mellesleg jegyzem meg, hogy információm szerint nem a reklám helye, de egy olyan márkás IFI gyártó rendszer készítette a Scania-ba a hangrendszert, ami kardon így végződik, nem tudom másképp mondani, tehát akik ezt ismerik, ezt tudják, tehát egy nagyon jó minőségű hangokkal állunk szembe, stb. És bocsánat, csak itt ezt a ventilátort ezt le. Igen, mert kezd hideg lenni. Igen. Jó, akkor ezt akár szerintem lehet, hogy inkább ki is kapcsoljuk. Nos, ja. Tehát telefont lehet csatlakoztatni, most ez nincs csatlakoztatva, tehát ennyi. És ami plusz funkció ebben, az nem más, mint ha jól sejtem, ha itt megnézzük, akkor található benne egy alkalmazás, ami most nem fog elindulni, mert ahhoz szükséges bizonyos feltételeknek a teljesülése. Erről annyit kell tudni, hogy a Scania-nak a saját flottakezelő rendszerére lehet közvetlenül a járműből ezen a képernyőn keresztül üzeneteket küldeni, tehát konkrétan e-maileket, illetve fényképeket lehet feltölteni, stb. Ez nyilván egy könnyítése a sofőrrel való kommunikációnak, hiszen ez a rendszer alkalmas arra, hogy gyakorlatilag, hát ha nem is bármilyen, de szinte minden közforgalommal levő fájtípust olvasni tud, megjeleníteni tud, beleértve a filmet is. Természetesen, hogyha az autó mozgásban van, akkor a filmet nem lehet nézni menet közben, de egyébként semmi akadály nincs annak, hogy itt bármiféle filmet, vagy képet, vagy PDF fájt kinyisson a rendszer, és ezért egy külön eszköz nélkül ez alkalmas a cég és a járművezető közti kommunikációra is. Aha, nagyszerű. Ennyit a... Látok még itt egy kamera feliratot, ami engem úgy érdekelne, van valami? Nincs, ebben most nincsen. Ja, ebben nincs, de lehet annyi, hogy opcionálisan, így van, opcionálisan lehet kamerákat csatlakoztatni a kamionnak különböző helyeire. Elsősorban a front tükör helyére szoktak, az a legelterjedtebb, tehát egy lefelé néző kamera, vagy tolató kamera pótkocsira, és akkor azt természetesen automatikusan kapcsolható a tolatókamerát szereltet föl valaki a pótkocsira, de ezzel a gombbal lehet váltogatni, hogyha több kamera van az autón, hogy mely kamera képeket melyiknek akar a képét nézni. És akkor ide megjeleníti a kamera képét. Hát az nagyon jó, tolatáskor, hú, ez nagyon szuper. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen médiát, illetve ami még ugye fontos lehet, hogy említettem, hát én nem vagyok egy nagy média szakértő, de az biztos, hogy ugye többféle formátumú médiát tud olvasni. Aha. Mindenféle, látható, hogy mindenféle lehetőségek vannak itt, és ahogy említettem, különböző használatos fájlokat simán lehet vele használni. Óriási. Úgyhogy ennyit erről a infotainment rendszerről. Igen, hát most nem megyünk végig minden gombon, mert az persze. Nagyon hosszú, sokáig tartana. Világos. Hát ami a legfontosabb, ugye a biztonsági, tehát járművezető támogató rendszereknek a kikapcsolási lehetőségei itt láthatók. Ugye ezek mind kikapcsoló gombok, illetve működést jelző gombok, hiszen a fényeknek is van jelentősége. Ugye a törvények, amik az LDV-nek, azaz a sávelhagyás figyelmeztetőnek, vagy a AEB-nek, a vészfék rendszernek. Ez a vészfék asszisztens? Igen, ez a vészfék asszisztens. Azok előírják, hogy ezek a rendszerek kikapcsolhatónak kell,
kell, hogy legyenek. Tehát ezeket ugye nem a Scania jó szántából tette ide ezeket a gombokat, hanem kikapcsolatóvá is erre jelzést is kell, hogy adjanak. Ezt ugye az eltérő fényjelzésekkel adjuk. És a harmadik gomb? A harmadik az az úgynevezett Hill Hold Scania-nál, egy visszagurulás gátló, ami ugye egy elterjedt dolog. Aha. Ez is kikapcsolható természetesen, erről nem kell külön fényjelzés, hogy ki van kapcsolva. Tehát sávelhagyás és a vészfék asszisztens, ami van benne. És műszerfalak, igen? És adaptív tempomat, vagy minek hívják ezt? Van benne adaptív tempomat is. Uh-huh. Magát azt, hogy melyik fajta tempomat dolgozzon az autóban. Ebben az autóban egészen konkrétan három fajta tempomat van. Aha. Egy sima, normál tempomat, egy adaptív tempomat és egy úgynevezett prediktív tempomat. Aha. A sima normál tempomatról gondolom nem kell túl sokat beszélni, és talán az adaptívról sem. Hogy melyiket használjuk, azt ide kattintva lehet beállítani. Uh-huh. Ha lenyillal lemegyünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy ez tulajdonképpen a tempomatnak a fő kapcsolója. Aha. Hogy a tempomat egyáltalán nem működjön semmelyik fajtája, jelen esetben a sima, normál tempomat működjön, vagy pedig az adaptív tempomat. Uh-huh. Amennyiben ezt választjuk ki, akkor a tempomatnak a beállításait ezen a felületen végezzük el, tehát ez a normál sebességtartó elektronika, azaz tempomatnak a beállítása, ez az adaptív tempomatnak ugye a távolság beállítása, ami ugye mindenki tudja, hogy nem méterben, hanem másodpercben van. Aha. Így van, illetve a lejtmeneti sebesség szabályozónak a beállítása, ami azt biztosítja, hogy a kamionon beállított sebességen fog a lejtőn is menni minden körülmények között, hiszen a Scania rendelkezik az iparágban a, hát mondhatjuk talán a legjobb tartós fékek közül, a legjobb retarderrel, amely ugye innen lehet majd vezérelni. Aha, és ez is sok fokozatú, gondolom. Igen. Hát maga a retarder, igen, ezek a fő kapcsolói, ugye egyszer van egy, a felső az egy automata kipufogó fék, vagy automata bugu kapcsoló. Uh-huh. Ez nyilván azt biztosítja, hogy ha ez bekapcsolt állapotban van, akkor az elektronika fogja vezérelni, hogy amikor fékezési igény merül fel, akár a multifunkciós karnak a kezelésével, akár a fékpedál lenyomásával, akkor milyen mértékben, mekkora fékerőt biztosítson a gugu tulajdonképpen, uh-huh. motorfék, a másik pedig az automata retarder funkció, aha. ami szintén bekapcsolt állapotban azt teszi lehetővé, hogy ha valaki nem akarja ezt a kart használni, akkor a fékpedál lenyomásával működteti a retardert is a rendszer, uh-huh. illetve az automata retarder funkció a nevéből eredően a beavatkozás nélküli sebességen tartást automatikusan elvégzi, tehát magyarul egy lejtőn, ha megyünk lefele és be van állítva a lejtmeneti sebességszabályzónk, akkor semmihez nem kell hozzányúlni, mert közben az autó teljesen önállóan üzemelteti azokat a rendszereket, amik sebességen tudják tartani az autót. Igen. És akkor ez pedig a sebességváltó, van, ez mondjuk irányváltó így inkább. Így van, ez a váltónak. Hát igen, ez most már lemodifikálódott erre, vagy leegyszerűsödött. Korábban ezzel lehetett váltani nem csak az irányt, hanem a programmódokat is, hogy milyen program szerint fusson a váltó. Uh-huh. Jelen pillanatban csak azt tudjuk beállítani, hogy előre menjen az autó, vagy pedig egy picit benyomva hátramenetbe menjen az autó. Aztán, hogyha előre megy az autó, akkor az, hogy melyik programmód dolgozon a váltón, azt szintén itt lehet beállítani. Itt fölül menjünk. Jelen pillanatban erre az autóra kettő fajta van telepítve, ott látható, egy gazdaságos és egy normál. Aha. Más szóval egy Eco vagy egy standard programmód. Egyébként összesen a Scania-nál négyféle programmód létezik. Egy időben minimum egy, maximum három programmód telepíthető egy autóra. Uh-huh. És ezen a modellen most éppen kettő van telepítve. Tehát a járművezető itt tudja kiválasztani, hogy melyik programmód szerint dolgozzon a váltó. Nyilván ennek a működésében vannak különbségek, aminek most időhiányában nem fogunk kitérni. Ugyancsak ezen a karon lehet magát a retardert használni manuálisan is. 5 fokozatban, azt kell ugye tudni erről, hogy egy kattintás az nagyjából az éppen elérhető retarder fékező teljesítmények a 20%-a, tehát egy kattintás 20-240 és így tovább. Illetve ezzel a multifunkciós karral lehet azt is beállítani, hogy a váltó automata vagy manuális módban dolgozzon. Igen. Tehát ennek a gombnak a nyomogatásával lehet elérni azt, hogy magától váltson, vagy a sofőr szeretne váltani. Amennyiben úgy dönt, hogy magától, vagyis manuális módban vált, akkor ugye ezekkel a mozdulatokkal lehet a fokozatokat váltani. Aha. Egy nyomás, egy fokozat, sok nyomás, sok fokozat. Oké, okay? Tehát nagyjából így ennyi az egész.
lényege. Óriási. Van még egy funkciója, ugye, mivel ez egy teljesen automata kuplung szerkezetén nincs benne pedál. Igen, ezt már. Ezért igen gyakori igény lehet az, hogy és félelem egyben a sofőrök részéről, vagy ügyfelek részéről, hogy hú, hát ha nincs benne kuplung, akkor ha én jégre, hóba kerülök, akkor mi fog történni, ugye, mert a eddig megszokott váltók, azok ezt nem tették lehetővé, hogy ilyen helyzeteken, tehát nem tudtak hintáztatni. Uh-huh. A Scania azt tudja, semmilyen gombot nem kell keresni, tulajdonképpen arra utaló magatartást kell csinálni, hogy hintáztatni akarjuk az autót, tehát betesszük előre menetbe, gázt adunk neki, szükség esetén rükvercbe gázt adunk neki, majd megint előre gázt adunk neki, és ezt a rendszer felismeri, hogy mit szeretnénk, és automatikusan ezt engedni fogja. Tehát kuplunk pedál ide vagy oda, ezzel a rendszerrel ez nem lehet gond. Nagyon jó a kuplunk szerkezet, ennek ellenére a biztonság kedvéért felszerelték az autót egy úgynevezett manővermóddal, az azt jelenti, hogy ha még precízebb, finomabb manőverezésre van szükség, akkor a váltót egy úgynevezett manővermódba lehet kapcsolni. Ezzel tulajdonképpen semmi más nem történik, mint a kuplung csúsztatása válik finomabbá, tehát az elektronika finomabban csúsztatja a kuplungot, illetve a gázpedál lenyomására kevésbé lesz érzékeny az autó, magyarul sokkal bátrabban lehet nyomni, akkor is finoman fog menni az autó, a manővermódot pedig az adott fokozatban a váltókar mondjuk 2 másodpercnél tovább tartó lenyomásával és nyomva tartásával aktiváljuk, akkor egy AM felirat jelenik meg, innen tudja a járművezető, hogy manővermódban. A manővermódot egyetlen egy rövid fölhúzással lehet kikapcsolni. Hát most így röviden ennyit erről a váltóról. Visszatérve még a tempomatokra, ugye azt mondtam, hogy 3 van, mert eddig 2-ről volt szó. Hát a harmadik az nem látható, meg ez nem is kapcsolható ember által, az az úgynevezett prediktív tempomat, ugye a Scania ebben előjárt, és elsőként az iparágban vezette be a teherautókból, ezt úgy ismerjük, hogy domborzat követő, vagy domborzat ismerő tempomat. Ebben az autóban is van, elsőként mi fejlesztettük ki, és a mi autóinkban volt megtalálható. Most már ugye mindenki eljutott erre a pontra, hogy van az autóiba, vagy van saját rendszere. Ebben az autóban is van, ez külön nem kapcsolható, hanem a Scania-nál az az alapelv, hogy menet közben a rendszer saját maga ismeri fel, hogyha van neki létjogosultsága, és akkor működésbe hozza magát. Ha nem tud többet hozzátenni a normál tempót működéséhez, akkor csöndben marad magyarul. Uh-huh. Nem látszódik, de szintén fel van szerelve az autó, az automata üres bekapcsolás, a váltó üres bekapcsolásával, ezt úgy hívjuk, hogy gyorsan akartam mondani, hogy ilyen név van benne, mindjárt majd eszembe jut, mindig eszembe. Jó, tehát kiteszi a váltó magát üresbe, hogyha lejtőn gurul, akkor például, kiteszi üresbe. Igen, de ott sem minden esetben teszi ám ki, tehát nem, ez egy kicsit azért okosabb rendszer, tehát nem úgy van, hogy most akkor ez állandóan kirakja magát üresbe, zömében sokszor kirakja magát, hanem akkor, amikor, tehát felméri szintén a prediktív tempomat, ez ugye Scania Active Prediction néven fut, hogy felméri, hogy melyik a gazdaságosabb, tehát az éppen a lejtő és az azt követő domborzat, melyiket igényli. Ugye, ha nem tesszük ki üresbe a váltót, akkor ugye kicsit nagyobb a menetellenállás az autónak, viszont üzemanyag befecskendezés nélkül gördül a teherautó. Ha pedig kiteszi a váltót üresbe, akkor ennek ellenkezője történik, és ezt mérlegeli a rendszer, hogy jár jobban az autó, uh-huh. meg az autó vezetője, hogyha ezen a lejtő most kiteszi, ha igen, mikor, és meddig hagyja üresben. Uh-huh. Tehát nem egy ilyen olyan automatizmusról van szó, ami állandóan bekövetkezik. Egyébként eszembe jutott, hogy mi ez a EcoRoll, elnézést, ez nem jutott eszembe az előbb ez a szó, ez a funkció, amikor kiteszi üresbe, ezt EcoRollnak hívják itt a Scania-nál. Hát ha tovább lépdelünk kormányon, akkor ugye az egyéb kezelőszerveket látjuk, tehát itt a menübe lehet bejutni, és ebben lehet navigálni magunkat, illetve a rádiót lehet még itt vezérelni, meg persze a telefont abban az esetben, hogyha erre szükség van, vagy igény van. Hát a menü, maga a műszeregység középen itt a műszerfalon, ugye az egy, hát nyugodtan mondhatom, hogy szerintem személyautókat megszégyenítő kinézettel és hát dolgokkal rendelkezik. Közel repülőgép. Hát optikailag szintű, igen. Nyilván
különféle menük érhetők el. Most fölmegyünk, akkor kezdjük innen, tehát végigmegyünk, hogy nyilván modellenként eltérhet esetleg, hogy egyes menükben mik a amik megtalálhatók, tehát nem mindegyikben pontosan ugyanaz van. Uh-huh. Ez a súlyt jelzi most igen, éppen igen, a igen, tengelysúlyt? Igen, aha, igen, tud. Óriási. Természetesen, hogyha a pótkocsi hozzá van csatlakoztatva, és mondjuk nem 30 éves a pótkocsi, akkor magyarul egy modern pótkocsi, akkor a pótkocsinak a súlyát is tudja uh-huh. kijelezni, igen, igen. Minden tengelyenként is mutatja, stb. Meg összsúlyt mutat. Ha tovább lépünk itt a menübe, akkor itt a sima útadatok vannak, ahol a tempomattal kapcsolatos információkat látjuk. Ugye itt most nem látszódik, hogy nincs beállítva sebesség. Azon a skálán azt lehet majd látni, hogy amikor a prediktív tempomat, ha majd működésbe lép, akkor mi lesz az a sebességtartomány, ami között dolgozik. Tehát amikor elveszi a gázt, amikor gyorsít, akkor ott uh-huh. a beállított sebességhez képest megmutatja, hogy körülbelül mekkora lassulásra vagy gyorsulásra számíthat a járművezető. Az alatta levő részben pedig a vízszintes vonal az érdekes, tehát ugye ott látjuk, hogy mekkora távolságra állítjuk be uh-huh. az előttünk haladóhoz képest az adaptív tempomatot, és a jobb oldalt levő picin kis vízszintes vonal pedig ott az egy sebességnek a helye, ami az előttünk levő járműnek a sebességét mutatja kilométer per órában, tehát ha például aha. egy ilyen előzés közeli állapotban vagyunk, akkor esetleg jobban fel tudjuk mérni, hogy biztonsággal meg tudjuk előzni, milyen gyorsan tudjuk megelőzni, tehát nem kell besésekre, ezért nem pontosan ki fog érni, hogy mennyivel megy az előttünk haladó ember. Óriási. Tovább megyünk, akkor ugye a sima útadatok láthatók itt, hogy mikor volt nullázva. Hát most nyilván az átlagfogyasztás itt nagy, de nem azért, mert ennyit fogyaszt a Scania, hanem azért, mert most olyan üzemmódban volt, amikor itt az udvaron ide-oda rakosgattuk, teszteltük, tehát ilyenkor nyilván nem lesz a fogyasztása. Különböző adatok, ez ugye a szintén a iparágban elsőként létrehozott és alkalmazott járművezető támogató rendszer, amit itt úgy hívnak a Scania Driver Support, ez amit itt jelen pillanatban 4 kategóriában próbálja meg figyelni és hát ha lehet nevezni, értékelni azt, hogy a sofőr a járművezetési, járműkezelés során mennyire hatékonyan bánik az autóval. Hangsúlyoznám, hogy ez nem a sofőrök minősítését szolgálja, sokkal inkább oktatási célokat, hogy legyen a sofőrnek visszajelzés arról, hogy amit ő művel, az mennyire oké vagy nem. Nyilván tudjuk, hogy nem mindig a sofőrön múlik minden, tehát az úton vannak még mások is, nem is akármilyen résztvevők, úgyhogy az itt elért eredmények tekinthetjük úgy, hogy elég nagy mértékben a sofőrtől függenek, de természetesen sosem szabad elfelejteni, hogy nem mindig azért olyan az a szám, vagy az az érték, mert a sofőrön múlik. Ebben a menüpontban ennyi van, a következő menüpontban ugye az ilyen inkább műszaki adatok, tehát jelen pillanatban akkumulátorfeszültség, levegőféknyomás, olajnyomás, tüzelőanyag, szintek, állapota, ugye üzemanyag, tehát gázolaj, tüzelőanyag és AdBlue szint, ami megjeleníthető, illetve a pillanatnyi fogyasztás is látható ebben a menüben. Ha tovább megyünk, akkor ez a médiának vagy rádiónak a menüje. Nyilván itt mindig az látszódik, ami éppen a szól, rádió, uh-huh. vagy bármi egyéb. Igen, akkor innen a kormányról is lehet vezérelni a rádiót, persze, nem kell oda nyúkálni. Persze, lehet a csatornákat is lehet változtatni, vagy váltani. Hangolni lehet, tehát most fogom, és akkor elkezdem, és akkor most keres például, aztán, hogyha talál valamit, akkor megáll, ha nem talál, nem áll meg. Hangosítani, halkítani, és a különböző programozott csatornák között lépdelni, meg egyéb dolgok vannak, tehát ilyenekre alkalmas. Ugyanúgy a médiát is lehet innen vezérelni, és a telefont is természetesen minden. Jó, igaz. Oké. Ha tovább megyünk, nem tudom, igen, itt nincs semmi. Ebben a menüben pedig a hagyományos beállítási menü van, ahol a különböző dolgokat lehet beállítani, hát nyilván most időhiányban nem fogunk ezen végigmenni az összesen, vagy hogyha gondolod, akkor végigmehetünk, hát, nekem
én nekem teljesen... Szerintem kielégítő ez így, hogy úgy nagyjából megnézzük, hogy mi minden, mert hát itt az összes funkciót végignézni, az tényleg eltartana délig. Igen. Hát úgyhogy ez az a rész. És annyit kell még tudni, hogy az műszeregység az nagyjából személyre szabható. Ugye itt látunk, amikor mondjuk kiválasztunk egy képernyőt, akkor látunk a bal alsó sarokban is valamit, a jobb alsó sarokban is valamit. Ezek tetszőlegesen a bal felsőben is és a jobb felsőben is, ezek tetszőlegesen átrakhatók, illetve azt rakok oda, amit akarok látni. Mondjuk jelen pillanatban például a jobb alsó sarokban a szinteknek, a menetszintnek a beállítását. Hogyha én oda mást akarok tenni, akkor mondjuk csak annyit csinálok, hogy én mondjuk azt szeretném ott, hogy ott a féklevegő nyomást lássam a jobb alsó sarokban, akkor egyszerűen először megkeresem a féklevegő nyomást, így, utána rá nyomok egy okét, és akkor megkérdezi, hogy melyik mezőbe szeretném beilleszteni, azt mondom, hogy a D, azaz a jobb alsó mezőbe, oda is teszi, nyomok neki egy okét, és akkor én onnantól kezdve ezt a féklevegő nyomást ott fogom látni. Ah, óriási. Tehát így a sofőr igényei szerint azokat az adatokat látja, amire neki igazándiból szüksége van, és azon a pozícióban is, ahol legalábbis a négy közül lehet választani. Jó, középen pedig mindig az a képernyő marad, ahol éppen utoljára hagytuk az autót, úgyhogy ha most ezt hagyom itt középen a tempantot, akkor ezt fog látszódni mindaddig, amíg el nem lépek valahova ezzel kapcsolatban. Jó, hát nyilván van még egy több funkciója van még, ami esetleg a járművezetőnek a komfortosabb munkát biztosítja, ilyen például az éjszakai funkció, amelyet hogyha megnyomok, akkor gyakorlatilag a sebesség, most pont nem fogja, mert valószínű, hogy valamiért nem fogja, de levegygyújtásnál igen. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért nem akarja. Kis türelmet, megállítom a motort egy pillanat. Lehet, hogy egyébként ezt állva nem akarja csinálni. Igen, elképzelhető. Pontosabban, bocsánat, még egy dolog lehet. Ja, nincs világítás. Így van. Aha. Na, akkor tulajdonképpen elsötétül menet közben, és csak a sebességmérő látszódik. Uh-huh. Ez ugye pihenteti a szemet, aki akarja. Természetesen egy gombnyomásra bármikor visszatudja. Úgyhogy nem az volt a baj, hogy jártam ott, hanem a világítás nem volt rákapcsolva. Uh-huh. Tehát ennyi az éjszakai funkció, és akkor be. Hát nyilván tudja szabályozni a fényerőt is, tehát igen, széles skálája van a lehetőségnek, hogy mi a kedvező számára, sőt, rendelkezik egy olyan funkcióval is, hogy amikor hátramenetbe tesszük, akkor a műszeregységet a előre beállított szintre sötétíti, és ezt a menüben lehet beállítani, hogy milyen mértékű sötétítést szeretnénk. Aha. Tehát ez azért fontos, mert ez bizonyos helyzetekben kitükröződik, és akkor zavarhatja a tükör látását, és akkor, hogy ez ne legyen. Nagyon jó. Igen, sok esetben nekem is le kell húznom az ablakot, mert különben annyira tükröződik a műszerfal, meg egyéb dolgok, navigáció, stb., hogy nem látom, hogy mi van a tükörbe. Ez már előtte a Streamline-nál is volt ilyen funkció, tehát ez nem csak ennek az új modellnek a sajátossága, hanem a korábbi autóinkon is ez állítható. Hát nagyon sok mindent erről nem tudok többet mondani magáról, erről a műszeregységről. Mondom, a legfontosabbak, ha átszaladtunk. Igen. Nyilván többféle kialakítás van kormánykerékben. Azt hiszem, hogy műszeregységből talán kétfajta közül választod az ügyfél. Hát nyilván ez most épp a felszereltebb, vagy hát a jobb, a több adatot megjelenítő. Most ezeket próbálom itt kitalálni, akkor ez itt az ablaktörlő. Ez még mindig a több fokozatú. Így van, az még nem a... Nem tudom, ezt is azért Scania-nál egy kicsit úgy hiányoltam, hogy mi? Hogy nem tanítható. Ja. Mint például más típusoknál van olyan, hogy csöpörög az eső, és akkor kapcsolom, kikapcsolom, megvárom, még megint törölni kell egyet, akkor bekapcsolom, és akkor ő eltárolja ezt a, mit tudom én, 5 másodpercet, 8-at, 10-et, 15-öt, nem tudom én mennyi intervallumban lehet tanítani, és akkor nincs az, hogy 1 fokozat, 2 fokozat, 3 fokozat, és akkor csak ilyen tempóba töröl, hanem én mondom meg neki.
Hát hogy ennek ugye ez a funkciója lenne az, ami hivatott, hogy az intervallumot beállítjuk, hogy milyen gyakran töröljön. Nyilván ezzel pedig azt, hogy szakaszosan töröljön, folyamatosan, gyorsan, lassan, és itt pedig az intervallumot lehet beállítani. Ez ilyen. Mindegy, ez egyébként ez annyi, ilyen, hogy ebben a modellben nyilván van esőérzékelés, hogy előre nézünk, akkor ugye két ilyen valamit látunk, ez ugye az LDV-nek, tehát a sávelhagyás figyelmeztetőnek a kameraegysége, ami ugye a prediktív tempontban is, vagy az adaptív tempontban is dolgozik, és a bal oldali az az esőérzékelő szenzor, ami ugye mind a világítás kibekapcsolását, ugye látjuk, hogy most automata módban van kapcsolva a világítás. Igen. Ez ugye azt jelenti, hogy ha megfelelő sötétség esetén automatikusan fölkapcsolja a tompított fényt, ha meg világosodik, akkor kikapcsolja, de a nappali menetfény az mindig megy, és nyilván ugye ez a szenzor vezérli az esőérzékelőt az ablaktörőnél is. Azt próbáltam kitalálni az előbb, de akkor nem volt rajta gyújtás, meg igen, ugye semmi, hogy így most nyomja a reflektort, és igen, akkor most a felső lámpát is bekapcsoltam ezzel? A bal oldalt láthatod, hogy melyik igen, van. Igen, igen. Tehát tudod, hogy azzal a kapcsolóval igen, a felső lámpa is bekapcsol. Igen, amelyik itt van a grillbe, azaz a hűtőrácsba. Ha egyen mellette levőt kapcsolod, akkor meg a tető. Akkor meg a tető szúrókat. Tehát vagy ez, vagy az fog. Te világítám, bizakul. Persze, ezek ledes mindegyik. Ez pedig a munkalámpa hátul, ugye a fülke mögött. Úgy látom, igen. Ledes. Minden ledesen az autón, és nagyon erős fényerővel rendelkeznek. Igen. És akkor itt ezeket úgy nagyjából már igen, hát az kielemeztem, összes fűtés, igen, hogy melyik ugye tükröt szemöldök, állítani. Melyik tükröt állítjuk, igen, a rampatükör, vagy ott elől a, igen, nem tudom, szemöldök tükörnek is hívják? Vagy front mindenki? Tükör, or tükör, nyilván ez tájegységre válogatja ki, hogy hívja. Én általában front tükörnek hívom, esetleg or tükörnek, de szerintem. Picit nyomom, akkor addig megy, amíg nyomom, ha nagyot nyomok rajta, akkor meg automatikusan végig tolja. Ajtókat tudjuk zárni. Igen. Hát nyilván menet közben programozható. A elinduláskor egy bizonyos sebesség fölött automatikusan bezárja az ajtókat. Aha. Ez is állítható, tehát most pontosan gyorsan nem akarok égni, de remélem, hogy megtalálom elsőre. Igen, ez nem itt van. Ott a reteszelésben lesz egy ilyen funkció, hogy menet közben autók automatikus zárása kibe. Tehát ez kikapcsolható, ez a funkció így sofőrnek. Igen. Újra reteszelés, tehát ez az, hogyha nem nyitjuk ki, akkor bezárodjon-e ismét, mert mégse akarunk beszállni az autóba, de nem maradjon nyitva. Illetve a nyitásnál lehet még beállítani azt, hogy a távirányító gombjaival egy nyomásra nyíljon ki az összes ajtó, vagy két nyomásra, tehát hogy véletlen nyitásokat elkerüljük esetleg, hogyha valaki olyan fajta, vagy nem tudom. Tehát vannak itt lehetőségek, ami nem azt mondom, hogy nem egy mindennapos igények, de azért igyekeztek ezeket a funkciókat berakni az automát. Ez nyilván az automata indulási fokozat, illetve hát mint korábbi autónál valamelyiknél a tengelyterhelést lehet beállítani, hogy pontosan mérjen, most így is pontosan mér, de az a biztos, hogyha mondjuk van mérlegpapír a kezünkben, és akkor ott látjuk, hogy amit tudom én, a B tengely az most mekkora, vagy a C tengely, vagy az A tengely, vagy akár még tengely, és akkor azt a mérlegpapír alapján mi be tudjuk állítani 100 kg pontossággal. Hát és még gondolom van egy néhány, ugye állófűtés, a sávelhagyás figyelmeztetésnél annyit az újdonság, hogy lehet állítani, hogy mennyire legyen érzékeny. Aha, igen. Ugye korábbi LDV-knél ezt nem lehetett, tehát ott volt az LDV, aztán az be volt állítva valahogy, és akkor az jelzett. Ennél be lehet állítani, hogy mennyire engedjen közel a vonalhoz, hogy mi legyen az a... Igen, igen. Ha valaki nagyon óvatos akar lenni, akkor ugye távolabbról már most ebben a pozícióban riaszt, és minél közelebb engedjük az oldalvonalhoz, annál később fog megszólalni. Akik pedig végképp nem bírják elviselni, azok nyilván kikapcsolják. És akkor ugyancsak esőérzékelő bekapcsolása, kikapcsolása. Hát a részecske szűrő az, hogy az Euro 6-nak a sajátosság, ugye most már itt lehet aktiválni, hogyha részecske szűrőt regenerálni kellene,
uh-huh. a korábbi a Streamline modellen egy gombbal lehetett, ugye azt egyébként generálisan lehet mondani, hogy nagyon a funkciók és a kezelőszervek azok szinte mind pozíciójukban, mind funkciójukban megegyeznek a Streamline-nak, tehát eléggé közeliek egymáshoz, tehát nem alapvető különbségek vannak. Talán annyi ennél az új modellnél az eltérés, hogy kevesebb maga a kapcsoló gomb, és több a kapcsoló gombok eltűntek, tehát csökkent a számuk, és inkább a műszeretségen lehet ezeket uh-huh. már állítani, ilyen például a részecske szűrő is. Elindítom, mert... Ja. Jó. Hát... igazániból én most így mást hirtelen nem tudok. Nagyjából ami mennyi? Még érdekes lehet, ugye biztonságról van szó, tehát a kilátás témában ugye itt a járművezetőnek a pozícióját, tehát konkrétan a járművezető ülését azt hiszem, hogy olyan kicsit előrébb rögtek, és egy kicsit balra tették az uh-huh. előző autóhoz képest, a Streamline-hoz képest, így az, igen. más lett a kilátása. Igen. Kicsit közelebb vagyok a szél. Kicsit még térjünk át a hűtőre, meg ezekre a rekeszekre, mert itt ugye többféle módon lehet rendelni, ezt is majd rögtön meghalljuk, hogy hogy is, mint is lehet ezt. Így van. Hát elsőlegesen ugye két fiókot látunk. Ez azt jelenti, hogy vagy tárolórekeszt kérünk ide, az ügyfél, már hogy az ügyfél vagy tárolórekeszt kér ide, vagy pedig hűtőt kér ide. A közül is tud választani, hogy csak tárolórekeszt legyen mind a kettő, vagy hűtő legyen mind a kettő, vagy csak egyik-egyik. Sőt, még azt is ki tudja választani, hogy melyik oldalra melyiket szeretné. Uh-huh. Tehát ez egy fontos és szerintem mindenképpen ügyfélbarát lehetőség. Maga a hűtőszekrény az háromfajta hűtési szinten rendelkezik. Egyébként az erre szériában egy körülbelül 30 literes hűtő van. A világítás is persze, van, persze. Óriási. Csak be kell kapcsolni, igen. Az S szériából talán 10 literrel nagyobb, úgy tudom, hogy ott körülbelül 40 literes hűtő kapacitása van a hűtőnek. Három hópihét látunk ilyen pillanatban villogni. Ezeknek a kiválasztásával tudjuk beállítani, hogy milyen hőfokot szeretnénk a hűtőben. Az egy hópihe az nagyjából egy ilyen frissen tartó funkció, tehát ilyen plusz 7, plusz 12 fok körüli hőmérsékletet biztosít. Ez a hőmérséklet azt mondja, hogy jelenleg mennyi van a hűtőben. Igen. A két hópihe az azt mutatja, hogy az a normál hűtő, az a kb. Plusz 3 Celsius fokos hőmérsékletet biztosít, illetve a harmadik az a fagyasztó funkció, az meg a mínusz 13 vagy mínusz 14 fokot biztosítja a teljes hűtő. Komplett hűtőt lehűti, úgyhogy... Így van. Nyilván most az előbbi akkúfeszültség problémák miatt írja ki ezt, hogy alacsony a feszültség, hiszen az akkumulátor ugye le volt darálva. Tehát valószínű, hogy ezt reklamálja. Egyébként meg amikor ez majd készenléti funkcióba kerül, akkor még okosan azt is ki tudja írni, hogy hány óra hosszáig fog menni a hűtő. Tehát kiírja, hogy mennyi óra múlva fog kikapcsolni. Nyilván ebben is van ilyen védő funkció, de legalább a sofőrnek van róla valamilyen információja, hogy kikapcsol vagy nem. Jelen pillanatban ugye most hűteni szóval. Szeretne, úgyhogy azért villog egyébként, amikor eléri majd azt a hőmérsékletet, amire beállítottuk, akkor megszűnik ez a villogás, és akkor, akkor ennyi. Jó? De körülbelül ennyit kell ezekről a hűtőkről. És akkor ennek az ágya is kihúzható valamilyen szinten? Így van. Pontosan azt nem tudom megmondani, hogy ez most éppen hány centiméteres ágy, mert ágy is többféle áll rendelkezésre, többféle rendelhető. Én uh-huh. nem vagyok értékesítési oldalon, nem ott dolgozok, ezért nem tudok minden pontos ilyen paramétert. Kihúzható, igen, sőt, ugye itt két kalantyút látunk, az egyikkel fölemeljük, és akkor ugyanúgy, mint bármelyik más teherautóval be tudunk menni a belső tárolórekeszekbe, illetve előre tudjuk húzni. Hát az előre húzáshoz arra van szükség, hogy először is ezt a üléseket egy picit előrébb húzzuk, ugye itt ezt a funkciót, ezt a célt szolgálja ez aha, a funkció, tehát rálép a járművezető, kicsit előre húzza az ülést, így jó, annyi elég. Jó, igen. Utána elhelyezkedik az ágyon, és a
mindjárt nem tudom melyik kalantyú meghúzással, a másikkal. Kihúzza az ágyat arra a szélességre, amit akar, hát ez szerintem ez kövöző egy méter. Hát ez egy, tájom. Ez egy, azt az mindenit, ezt nem is gondoltam volna, hogy ez így működik. Na, igen, szuper. Igen, igen, igen. Szuper. És akkor nyilván a, bocsánat, csak úgy működik jó, hogyha ráül az ember, tehát ez így kihúzza. Illetve amikor meg be szeretne menni belülről, akkor itt be tud menni a tárolórekeszekbe is. Aha, igen, ezt az előbb már felfedeztem, és ez egy nagyon jó dolog. És hatalmas nagyok azok az oldaltárolók, az nagyon jó. Igen. Az nagyon szuper. Ja, hát... Hát az ágyak közül most tényleg nem tudom elmondani, de ugye itt a matracoktól, meg mindenféle rendelhető, tehát hogy nem csak szélességre, hanem a matrac anyagát illetően is lehet választani, tehát nyilván többféle van. Többféle fajta, óriási, de ez nagyon jó, kényelmesnek tűnik, ez ilyen jó kis szivacsos. Igen, igen. Na, hát nagyon szép. Még annyi egy fontos tűnő dolog, ugye, mert nincs az a fülke, amiben elég hely van, ugye mindig azt reklamálják a járművezetők, hogy ilyen kicsi, olyan kicsi, ez kevés. Nagyjából erről a fülkéről csak úgy generális van, egyébként itt nagyon a részletekbe belemennénk. Annyit kell tudni, hogy ezek 10 cm-rel maga a fülke így meg lett növelve. Tehát eddig ugye 19-es fülkeink voltak, ezek most a 20-asok, a 20-as az ugye az deciméter, tehát konkrétan 2 méter van itt. Így van, illetve ami, tehát ilyen irányban megnőtt, illetve ami még itt fontos, ugye belül a lábtér és a fejrész között, ha jól emlékszem, akkor 2 méter 9 centi a távolság. Ez picit alacsonyabb, mint a jelenlegi topline modellünk, viszont magasabb, mint a jelenlegi highline modellünk, tehát ezek a fülkék magassága szempontból valahol a kettő közé vannak rakva. De hát én most ezen a motor sátoron állok. Hát még így is azért... Van hely. Van, igen. Tehát vannak még lehetőségek benne, úgyhogy ja. Én úgy gondolom, hogy elég nagy térrel rendelkezik a szóval. Na, most jön az én vesszőparipám, amit nem tudom, hogy, hogy miért van még mindig így ez a napellenző. Uh-huh. Ez számomra még mindig meglepő, hogy ebbe a típusba sem építették be azt, ami más típusokban már megvan. Ez ilyen skandináv hagyomány lehet ez a lehajtható napellenző, mert a Volvo-ba is, ha bár nem tudom, az Euro 6-os Volvo-ba is ugyanígy van-e még, de a Volvo-ba is ez a lehajtható napellenző volt. És hát ugye, ami engem nagyon zavar most is a Scania-ba, amivel járok, hogyha jobbról süt a nap, és elég alacsonyan, akkor itt már ugye, de ez sem olyan nagyon könnyű nyújtózkodás nélkül elérni, hogy lehajtsam, meg fölhajtsam. És hát, hogy miért nem tudták olyat úgy megcsinálni, mint más típusoknál, hogy ilyen rolós, és akkor az akár idáig le lehet húzni, és azt mindig a... És akkor, ha jön, akkor egybe jön az egész. Vagy pedig ugye volt olyan típus kamion, amivel jártam, hogy elektromosan lehetett lefölvinni akár a jobb oldalt, akár a bal oldalt. De ugye más típusoknál meg úgy van, hogy az ember megfogja, lehúzza, és akkor jön az egész jobbról-balról. Úgyhogy ez még olyan hát nem, számomra... Nem tudjuk, lehet, hogy van még fejlesztési lehetőség is. Biztos, hogy előbb-utóbb... Egy ránc felvarrásnál lehet, hogy megjelenik ez a lehetőség. De itt oldalablaknál ez itt szuper. Igen. Ugye itt már megvan oldva így, hogy ez a rolós megoldás, ez frankó. Igen. Mert mondjuk amivel most járok, ott is ilyen lehajtható, meg előre-hátra tologatható az ellenző, de ez jó. Jó. És ha a fejlesztőknek lehetne üzenni, akkor oda a jobb oldalra is kérnénk szépen egy ilyen elektromosan lefölmozgathatót, mert mondom, sokszor az a baj, hogy főleg így tavasszal, meg ősszel, hogy elég laposan süt a nap, és akkor főleg ha havas a táj, vagy mit tudom én, esik az eső, akkor azért az nagyon zavaró tud lenni, de hát ennél nagyobb baj ne legyen.
Hát igen, igen. Hát azért azt is hozzá kell tennünk, hogy olyan teherautót még senki nem gyártott, amire minden egységesen mindenki azt mondta volna, hogy na ebben minden. És szerintem nem is akarnak gyártani, mert ha most valamelyik cég gyártana egy olyan modellt, igen, ami tényleg mindenben szuper, hát akkor mindenki csak azt venné meg, akkor a másikat nem. Elképzelhető. Így meg azért van nem tudom én hányféle kamiongyártó, akik most az egyik azért, mert Scania, a másik azért, mert Volvo, a harmadik azért, mert DAF, vagy éppen MAN, úgyhogy lehet válogatni. Na hát, ha volna lehetőség, akkor egy-két kört, ha lehetne menni, akkor persze, így menet közben is. Persze, egész nyugodtan. Ha van rá lehetőség, akkor persze, kipróbáljuk menet közben, hogy mit produkál ez a szerkezet. És már is elindulunk a paripával. Majd én is fogok vezetni, csak most egy ilyen indulós felvételt. A felső lámpát kapcsol be, léci. Azaz. A másikat is, hogy lássuk a lámpákat, hogy világítanak. Óriási. Az nem megy. Aha. Hol az egyik oldal, hol a másik oldal, hol mind a kettő, megy a felső is. Bámulatos. Olyan igazán jó szkániás hangja van. És nagyon szépen, finoman, alapjáraton ketyegve indul a jármű. Na és akkor innentől akár én is vezethetek. Na jó. Kormány belőjük. Ennyi. Biztonsági övet bekötjük. Kiraktam ide a oldalablakra. Ja, nyomnám a kuplungot, látod? Na és akkor kapcsolunk egy előremenetet, kéziféket kiengedjük, világítás az már automatikusan rajta van. Így van. És picit nyomom a gázt, és épp hogy nyomom a gázt, már is elindul, óriási. Rángatásmentesen, ugrálásmentesen. Igen, igen. Nagyon szuper módon. Bezárta az ajtókat ezek szerint. Igen. Ugye úgy van beállítva. Hát remélem jó lesz így ez a kamera nézet. De hát jobbat nem tudok, sajnos itt nincs középen létra. Ugye a másikban, amivel most járok, abban van felső ágy, és arról egy lehajtható létra. És arra a létrára szoktam én berakni a kamerát, és akkor úgy látni egész jól az egész fülkét, meg minden, de szerintem most is azért elég jól fog látszani a fülke, meg maga a műszerfal. Itt meg kell állnom? Nem. Nem kell megállni, csak a portánál. Ja. Igen, igen. Hát most már nézzük. Kartámasz jobbról, balról. Óriási. Fűthető és szellőztethető, és tete szellőztethető is, hogyha meleg. Igen, igen, azt néztem, hogy van ott egy kis ventilátorjel. És akkor ott a fekvőrendőr előtt kell megállnom, ugye? Hát az eleje az fekvőrendőr egység van, nagyjából akkor legjobb a dolog, így jó is lesz. Igen. És akkor várunk türelmesen, amíg így a szoftver feladja a rendszámot, meg felismeri, és akkor utána kinyílik reményeink szerint.
Na, nyílik már is a... Már is nyílik a sorompó, és akkor mehetünk kifelé. Na, igen. Csak itt a fekvőrendőr miatt nem akarok nagy gázt adni, hogy ne essünk ki a fülkéből. Na hát nagyon jó a rugózás is. Elől, hátul légrugó. Nem, elől nem légrugós. Elől nem? Elől légrugós. Elől csak a megállt. Annyi van, hogy egy újabb futómű van a korábbiakhoz képest. Van benne valamilyen légrugószerűség, de nem a klasszikus értelembe vett légrugós. Aha. Az eleje. Hát megyek itt. Ja, a teljesség kedvéért a tahográfban benne van a kártyám, csak hogy a, akik... Ha a hatóság nézi, akkor, akkor igen, hatóság tudjon nézi, róla. Tudjon róla, hogy én vezetek, és az én kártyám van benne. Itt most megállunk, mert a tábla is azt mutatja, és... Merre menjünk? Menjünk? Hát... Gondolom, hogy balra, jó? Menjünk balra, ja. És akkor van döntési lehetőséget, hogy maradunk az egyes főúton, és majd később visszafele fölmegyünk a M1-M7 kivezetőre Bécs irányába, vagy nem sokára föl tudunk hajtani az M0-ásra is Szeged irányába. Ezt döntsd el, hogy merre szeretnél menni. Menjünk erre felé, az egyesen tovább, mert ott, ott van több körforgalom, és ugye, mint említettem, a korábbi automatizált váltós járművek, azok néha a körforgalomnál szoktak megtréfálni. Mármint úgy, hogy nyomom a gázt, és ő meg nem hajlandó elindulni, hanem úgy érdeklődik, hogy tényleg komolyan gondolta meg. De itt most nem kell megállnunk, szerencsére. Nyilván most még hideg a motor, ez a váltó működésére is valamennyire kihatással van, de egyébként nagyon finoman és nagyon precízen működő váltó. Annyi az újdonság egyébként a korábbi optikuszokhoz képest, tehát a korábbi automatizált váltókhoz képest, hogy körülbelül 0,4 másodperc alatt vált egyik fokozatból a másikba. Egy elődét féket raktunk be a váltóra, ugye fékezi az elődéteket, ezáltal segíti a gyorsabb összeszinkronizálást. Ettől ez gyorsabb ez a váltó, mint az előző optikusz. Aha. Igen, mondjuk az, az nem mindegy ilyen hegymenet esetében például, hogy megyünk fölfelé 40 tonnával, és mennyi idő alatt vált vissza? Mert ha túl lassú a visszaváltás, akkor már esetleg csökken annyit a sebesség, hogy még egy fokozatot vissza kéne váltani. Igen. Megyünk tovább az egyes főúton. Itt viszont lejönni lehet a pályáról? Nem lehet, ugye? Nem lehet, korábban kell lejönni. És igen, amikor lejöttél, akkor akik szembe jönnek, ezek igen, lehetnek, igen, akik lejöttek. Én is erre jöttem, úgyhogy azért... Nincs itt, ezután, ahol most átmentünk vagyunk, a következő az a 22-es, ott van egy benzink, ott egy golfos rasfészek, vagy egyel korábban valahol ott a Budaös és igen, igen, ott jöttem le én is, mert ott volt kiírva, hogy mi a torbány. Aha, és dolgozik a fékezésnél, épp hogy hozzáérek a fékpedálhoz, már bekapcsol a retarder, úgyhogy automatikusan fékezi. És hát annyi változáson még, hogy a fékről van szó, hogy ezen a modellen a korábbihoz képest, tehát a Streamlinehoz képest megnövelték, nagyobb átmérői féktárcsák vannak, tehát jobb a fékhatás annak az autónak. 40 tonnás szerelmény száraz út viszonyok között 80-ról 0-ra akár 40 méter alatt megáll. Hát igen. Olyan fékrendszer van rajta. Alacsony fordulaton dolgozik a motor. Igen, igen, azt majd nézem, hogy 1000-1100 között. Ez most működésbe lépett. Igen, kidobta üresbe. Ő úgy gondolja, hogy az egy jó. Jó lesz, ja. Mert többet visz az autóba, mint már én. Már hogy a teherautónak szállni, hogy
Nagyon. Tehát jelentősen, ugye akkor nem csak propaganda, hanem jelentősen csöndesebb a fülke, és talán a stabilitása is, mondjuk egy körforgóban talán nem annyira billen a hajósejtem. Ezek voltak azok, amiket mondtak nyáron ezzel kapcsolatban, de elsősorban itt a hang- és hőszigetelése nagyon jó a fülkének. Igen, igen, nem jön be a szélzaj. Na, te merre mész, öcsön? Aha, igen, belső sávból kimegy jobbra. Úgy kell azt. És irányjelző nélkül természetesen. Egyébként azért ment így, mert ő egy sávnak tekinti ezt az egész körforgalmat. Nem esett, nem jutott el odáig, hogy felismerje, hogy ez két sávos körforgalmat. Eddigi pályafutásom során még nem használtam ilyen távolságtartó tempomatot, ugye ezt az adaptív tempomatot, úgyhogy nem tudom, ha lehetséges, akkor majd a következő felhajtón az autópályára kimennék, jó, és akkor ott hátra sikerül valaki madarat fogni, aki mögé be lehet állni, és aztán akkor elengedek mindent, és csak a kormányt kell fogni, óriási. Vagy álljunk csak, ha most én ezt bekapcsolom, mivel kapcsolom? Sima tempomatot, légy szíves, csak nyomd meg a plusz vagy minusz irányába, mondom, kész, ennyi. Igen? Nem van kapcsolva. És akkor most egy sebességet tart. De ugye, hogyha az előttünk levő gyorsabb, mint mi, akkor nyilván a sebességet, a mi sebességünket veszi figyelembe. Uh-huh. Légy szíves, majd egy sávot menj be a belső, az nem igen, lesz, hogy nekünk. Jó, és akkor most hát ötösével tudod állítani a föl, vagy mit szedni, fölvinni a sebességet. Ja nem, kikapcsolni a tempomatot, de akkor itt a nulla gombot megnyomom, és akkor onnan. Vagy egy fékezéssel, vagy... Igen, igen, hát jobban örülünk neki, hogyha gombokkal vezetik a sofőrök az autót, mert más aspektusból a fékrendszer élettartam, ami a sokkal jobb, hogyha nem fékpedállal állítunk be sebességeket, meg azzal kapcsolunk ki tempomatokat. Igen, igen, és ez a sofőr értékelő rendszer is, ugye? Hát többek között ezt is nézi, igen, igen. Azt is nézi, hogy hogy állunk a fékpedálhoz. Maradunk ebből sem, mert meg fogunk jobbra menni. Ja. Másképp nem fogunk fölmenni. Igen, mert ez a jobb oldali sáv az elfogy. Amikor majd állítod a tempomatot, akkor azt nem mondtam, de ha csak finoman, tehát kisebb intenzitással nyomod a gombot, akkor egyesével viszi fel a sebességet. Ha van egy kattintás benne, hogy tehát, hogy tovább nyomod, akkor azon a határon túl, akkor meg ötösével rakja fel, és akkor gyorsabban fel tudod tenni. Tehát aha. Magyarul bátran azon a gombban, tehát nyugodtan erőteljesen menj nyugodt fölfele, hogy érezzem ezt a kattanást, és akkor ötösével fogja föltenni. Na, majd mindjárt kiérünk a pályára, és akkor... Igen, itt jobbra kell majd fölmenni a pályára. Jön egy kamion, úgyhogy nem megyek gyorsan. Hát ha elmegy mellettünk. Gyere barát, gyere. Sőt, ketten is jönnek, oké. Okay. Azt hogy tudom, azt melyik? A középső gombbal. Középső gomb? Igen. Mennyire közel engedje, nyilván. Most
általában a gyári váltás az kb. A 3-as fokozat, ami most vagy. És akkor körülbelül ezt tartja. Úgy azt hiszem, hogy az ugye a 2,5 másodperc, ha jó sejtem. A 3-as fokozat. Óriási. Akkor elmehetünk most a benzinkútig? Vagy simán, menjünk ki? Persze, bármeddig. Jó. Ameddig a időd és az üzemanyag engedi. Aha. Hű, mindjárt 11 óra van azt a mindenit. Hogyan hát, szabad az időt? Lépett, akkor most mi is rágyorsít. Igen, most rágyorsít. Ja, óriási. Nem nyúlok semmihez, gyerekek. És követi a másik teherautót. Viszont nyilván összeponból hátránya, hogy most mi eljön egy jó kis emelkedő, hogyha ő lassabb lesz, mint mi lennék, akkor viszont minket is lesz lassítani. De ennek nyilván az ember, ez nem váratlan lényeg a sofőr, tehát most, hogy beszélünk róla, erre föl lehet készülni. Mivel sokan egyébként azért nem szeretik ezt a tempomatot, mert hogy vannak azért forgalmi helyzetek, amikor nem inkább előnyös, mint hátrányos. De én mindig azt mondom, hogy mégiscsak a sofőr uralja ezeket a rendszereket, és a sofőrnek kell eldöntenie, hogy mikor engedi működni a rendszert, és mikor nem. Tehát például én tudom azt, hogy most ő lassabb lesz az emelkedőn, és én nem akarok lassabban menni mögötte, akkor ki kellene kapcsolni ezt a funkciót a tempomaton előre, nem pedig akkor, amikor majd megkövetkezik a lassulás, hanem előre kéne gondolkodni, előre kéne reagálni, előre kéne tervezni, ez nem nagyon megy mindenkinek. Mész mögéjük, akkor le fog minket mosítani annyira, mint amennyire lehet. Tehát most jön egy személyautó is, ő meg kijön előzni. Ezt látod, már veszi. Igen, elvette a gáz, de viszont rögtön érzékelte, hogy nem lassul a járgány, és ezért most tartja is egy kicsit. Ilyenkor ugye másodlagos lesz a tájéváltal bármi csebesség, ilyenkor az elsődleges az a távolság meg legyen. Igen. Most ennek érdekében az adaptív tempomat nem csak gázt vesz el, hanem ha szükséges, akkor retarderezik is. Tehát körülbelül egy 3 méter per szekund négyzetes lassulásokat tud ezzel produkálni, ami elég jelentős. Tehát működtetni most a retarderezik, most ő véletlenül beleáll a fékbe, akkor az első dolog, ami történne, hogy elkezdene retarderezni, hogyha további távolságcsökkenést érzékelne, akkor kidobna egy ütközés figyelmeztetést. És hogyha te arra sem reagálnál, akkor működtetni a vészfékasszisztást, és akkor egy ilyen 5-6 méter per szekundum négyzetesen gyakorlatilag állóra is fékezni az autót, hogyha szükséges. Tehát ilyen szempontból rászaladni mozgójárműre szinte lehetetlen. Állónál más a helyzet már, de mások is a követelmények, amiket például az AM-re vonatkoznak. Most ugye nincs a sávomba senki, na legyünk csak. Majd mindjárt vége lesz itt a három sávnak, és akkor kipróbálnám én ezt a sávelhagyás figyelmeztetést. Hogy ez itt, de hogy figyelmeztet, hogy szól, hogy lássák a kedves nézők is, hogy... Engedd el a kormánynak, most is egy valamelyre az autó, és hogy azt érzékelik, hogy... Lehet, hogy a túl engedékenyre állítottuk, annak ide hogy nyugodtunk műszer fel. Maradj közben, én bocsánat, csak jó. Közben nyugodkálok. Aha, igen, a nagyon engedékenyre van állítva. Hogy az idő? Jó, igen. És jobbra a kamion után nézzük.
állítani, és akkor működni. Ja, miért indexel, ezt nem kell indexelni, erre felé megy az út. Egészen pontosan érzékenységet lehetne azon állítani, és szerintem most a legelképesztőbbre van állítva, úgyhogy majd egy üdes nevét, után majd állítunk rajta, és akkor megnézzük, hogy akkor mi történik, jó? Ha-ha! Mi az? Jó. Mi történt vele? Most tudtam állítani az érzékenységén. Csak ugye itt meg már nem nagyon látszik az út szélén. Igen, az a baj, hogy, a látási viszonyok, tehát ez benne van mindenkinek a leírásában, hogy ugye, nem tudja felismerni a vonalakat, akkor nem tud működni sem. Most volt ez a taknyos időpontnak a legjobb neki, még ezek a 1976-ban felfestett útulati jelek sem. Akkor itt megyünk majd balra. De nyomkodnám a kuplungot. De azért észbe kaptam, hogy nincs itt kuplung. Viszont nem nagyon gondolkodott a váltó, megálltunk, és utána szépen finoman csinálja szerintem, amit csinál. Igen, igen, kiválóan csinálja a dolgát. Figyel oda az ember, akkor már észre se veszed, csak suhansz. De tényleg annyira csendes, hogy hihetetlen. Hát most 90-nel jöttünk a pályán, és szinte nulla volt a szélzaj, és semmi. Nagyon. És akkor, ha most bekapcsolok egy ilyen tempomatot, és ha bejön elénk valaki, akkor ő automatikusan elkezdi tartani a távolságot. Úgyhogy akkor felülírja az én általam beállított sebességet. Igen. Aha, ha nincs senki, akkor a sebesség, a egyes prioritás, ha van valaki, akkor pedig a távolság és másodszoros lesz a sebesség. Aha. Lámpa vált. Hogyne. Igen. És gyönyörűen icipici gázadással alapjáratról már indul. Hihetetlen, de a régebbi típusú automata váltókkal az volt a baj, hogy egészen addig, amíg a motor egy bizonyos fordulatra nem emelkedett, addig nem indult el. Hanem kellett egy bizonyos motor fordulata ahhoz, hogy egyáltalán meginduljon, és akkor meg már gondolom, hogy ha már kicsit viseltesebb volt a kuplung, akkor már úgy ugrott némelyik, és az elég nem jó. Hol megyünk be? Menjünk tovább akkor, majd most. Majd a körforgalomnál. Igen, itt most kellett volna bemenni, de akkor a körforgalomtól majd. Hát ugye bemegyünk. Egyébként, ami fontos, hogy a legtöbb gyártó azért igyekszik azt csinálni, hogy saját maga fejleszti a hajtásláncát, tehát nem egy valamilyen külső beszállítótól vásárol
váltót, mert az soha az életben nem fogja tudni összehangolni azon a motorral, amit most beraknak egy X márkájú teherautóba, meg ugyanazt a váltót rakják egy Y márkájú teherautóba. Hiába hatóhangolják az adott márkához, ez mégsem lesz olyan jó. Éppen ezért ugye a jók, mint mi, a Scania, meg a Volvo is ezt csinálja, ugye saját váltói vannak mindig. A Mercedes is áttért most már saját váltóra, mert rájöttek, hogy azokkal a XY váltógyártóval nem annyira jó, csak hát ugye ő a fejlesztésben még nincs sehol. Nekünk azért ilyen jó a hajtástánc, talán azért a skandinávoknak, mert évtizedek óta a kezdetektől fogva és folyamatosan azt csinálták, hogy a saját motorhoz a saját váltót fejlesztették, és az mindig egy nagyon jó menet, teljesítményeket fog megvezetési komfortot eredményezni. Na lassacskán visszaérkezünk a telepre. Jaj, megy a navigáció is, aha. Csak hogy az is látható legyen, hogy nem kamu, hanem tényleg. Tényleg ott járunk, amit mutat. Most megint ugyanúgy a... Igen, az lenne jó a kamera szempontjából, csak ezt ugye nem derül ki sajnos, de sőt, ha már közeledsz, akkor már, ha éppen olyannyi van, akkor már hamarabb is így érzi. Nyílik is. Hát bárhol, ahol gondolod. Jó, és akkor megérkeztünk. Na nézzük a kulcsát, mert ugye az sem egy utolsó szempont, hogy milyen funkciókat tud a kulcs, mert ez egy ilyen multifunkcionális. Hát, igazándiból csak a szokásos nyitás-zárás, illetve a, ami érdekes, ez egy ellenőrzés, tehát amikor ezt megnyomjuk, akkor az autó valamennyi létező világítását fölkapcsolja, tehát a sofőr, hogyha körbe akarja járni, akkor mindent felvillant, mindent ellenőriz, hogy minden működik-e. Aha, igen, ez egy ilyen világítás ellenőrző funkció. Féklámpától kezdve minden. Igen, minden. És ez addig csinálja, amíg megint meg nem nyomjuk neki. Illetve hát nyilván van egy ilyen úgynevezett coming home funkció, tehát ha bizonyos állapotba, a parkolóba keressük az autónkat, akkor könnyebben megtaláljuk, hogyha nagy a köd. Aha, igen. Meg ha több ilyen autó áll egymás mellett, habár annak kicsi az esélye mostanában, de mostanában. Későbbiekben azért még előfordulhat. Igen, és akkor hát nyilván ez ennyi. És akkor így ennyi, és akkor ezzel be van zárva. Nyitás, zárás, természetesen egyszer nyomjuk meg az összes ajtót, nyitja, hogyha kétszer, vagyis egyszer nyitjuk csak a vezető oldalt, nyitja, dupla nyomásra nyitja a by far. Mindkét oldalt, igen. Óriási. Jó, szuper. És akkor most fordulunk egy kört, úgyhogy... Már is. Keresem a kuplungot. De hát... azt minek. Na és akkor... most fordulunk egyet, gyerekek. Ez hihetetlen, hogy milyen... kicsi íven, nézd meg, mint, hát szinte majdhogy nem 90 fokba alá van tekerve a kormány. Milyen
fordul. Hát itt a nyergest úgy sarkon lehet fordítani, hogy... Óriási. Nézd meg, hát egy olyan 2,5 sávba megfordul. Tolatok egyet ide az egyik üres helyre, és akkor véget ér a móka mára. Nagyon-nagyon kezes a kis jármű. Szuper. Így körülbelül jó is lesz szerintem. Ja, nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tényleg óriási megtiszteltetés, hogy ezt megtehettem. Nekem köszönöm. Nagyon tetszett, és köszönöm a közreműködést, tájékoztatást, mindent. Mi is köszönjük a lehetőséget. Nézőknek is biztosan tetszeni fog. Mindenkinek további szép napot, sziasztok, a viszontlátásra! Na, hangja is van, gyerekek. Óriási. Na hát Scaniától hazaértem, és ott Sánta Gergelytől kaptam én búcsúzóul ezt a szatyrot, amiben nem tudom, hogy mi van. Azért csinálom ezt a videót, mert bizonyára van, akiben felmerül a kérdés, hogy vajon mit kapott ezért a Kótai? Hát én úgy érzem, hogy egy nagy lehetőséget kaptam, hogy vezethettem az új szériás Scaniát, és számomra ez óriási megtiszteltetés, hogy engem is felkértek, hogy csináljak róla videót, és egyáltalán mondom a lehetőség, hogy beülhettem, hát számomra ez egy hatalmas nagy élmény volt. Isten bizony, mondom, nem tudom, hogy mi van benne. Még nem néztem, nem vettem. Belekukkantottam csak, így ennyi. Ennyit így belekukkantottam, úgyhogy ezt láttam, hogy itt van egy ilyen mappa. Aztán, hogy azon kívül mi van, még nem tudom, úgyhogy ezt most így a nagy nyilvánosság előtt kipakolom, hogy mik vannak benne. Szóval először is egy utalvány, Scania utalvány Kótai Zoltán részére. Gyerekek, nem semmi, 130 euró értékben beváltható 2017. december 31-ig bármelyik Scania márka szervizben. Óriási. 130 euró, hát az majdnem 40 ezer forint. És hát gondolom ilyen Scaniás dolgokra lehet beváltani. Hát ez óriási, köszönöm szépen. Itt egy mappa, amiben nem tudom, hogy mi van, de már is meglátjuk. Azt nézd meg, ez valami illatosító lehet talán, szerintem az. Igen, új autó illattal, Scaniás illatosító. És akkor lássuk tovább. Újra értelmezi a vezetési élményt. Hoppá, még egy illatosító, oda néz itt ezen, meg egy Scania, úgy szintén új autó illattal. Óriási. És akkor prospektus az új generáció Scaniáról. Nagyszerű. Hát igen, azt mondja, mesterművet alkotni. Tény és való, hogy ez mestermű, ez a járgány, óriási. Jó, és akkor nézzük tovább. Ezt ide visszateszem. Ennyi. Nézzük tovább, mi van még ebbe a szatyorba. Egy Scaniás kulacs. Óriási.
Na még. Kukucs. De jó. Ez pendrive lehet? Szerintem az lesz az pendrive. Scania pendrive. Igen, USB track. Az lesz az szerintem egy pendrive. De jó. És akkor kulcstartó. Bámulatos. Új generáció Scania kulcstartó. Gyerekek, mi van még itt? Hű, ez meg valami kis laszti, kis labda. És egy toll, úgy szintén Scania, óriási. És nézzünk csak oda, csak nem egy póló, de bizony egy póló. Azt a mindenit. Scania Track Gear. Egy póló XL-es méretbe, bámulatos. Hű, de jó. Szuper. És akkor itt még egy Scania prospektus. Vagy újság? Várjál csak, ez... Igen, ez úgy látszik, hogy Scania újság, 2016 harmadik kiadás. Világ első villamosított útja, igen, a trolibusz kamion. És ez itt a Scania hírek újság, gondolom. Na, ezt is majd áttanulmányozom unalmas hétvégéken. Nagyszerű. Na kérem, és ez a szatyor. Ugye most már üres, kipakoltam belőle mindent. Na hát ezeket kaptam a Scania teszteléssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget is, és az ajándékokat is. Köszönöm szépen, és akkor ezzel itt a videó vége. Mindenkinek további szép napot kívánok. A viszontlátásra, sziasztok!